Hamerlén ma vagyok, Baján születtem 1940-ben. Mint aféle kisgyerek, nagyon jó gyerekkorom ígérkezett, csak közben ugye a világ események másképp alakultak, és édesapámat behívták katonának, édesanyám háztartásbeli volt, Kiscsávolyba laktunk, a Korsos utcába, ahol állatokat is lehetett tartani. Volt mindenféle állatunk, nagyon szeretem az állatokat, és én boldog voltam ott a magam világában. Apám a katonaságból üzent, hogy jó lesz innen elmenni, mert az oroszok úgy néz ki, hogy nyomulnak Magyarország felé. Ez augusztusban üzent apám, és mondta, hogy ő egy hónap múlva körülbelül leszerel, és akkor fogjuk magunkat, és elmegyünk Ausztriába. Ausztriában volt egy nénikém, aki apámnak a nagynénye volt. Tudnélik, apám a édesapja, a Hamerli kesztyűgyár egyik tulajdonosa volt. Apám Bécsbe végezte az egyetemet, és közgazdász volt, a Trieste biztosító társaságnál volt vezető beosztásba, és hát jó beszélt németül, és így úgy gondolta, hogy nekünk ott jobb lesz, mert Magyarország valószínű, hogy ilyen harctér lesz. Erre anyám azt találta ki, hogy a keresztanyámmal, aki anyám húga, aki akkor szülte az unokaöcsémet, aki 3 hónapos volt, meg velem, induljunk előre, és majd ők, apámmal jönnek utánunk. Hát mi el is indultunk, Pusztaszabolcs, Székesfehérvár irányába. Igen ám, de addigra, ez szeptember vége felé volt, addigra az oroszok Székesfehérvárt már foglalták. És ezt mondjuk a tanulmányaimból, meg az olvasmányból tudom, hogy Székesfehérvár 7-szer cserélt gazdát, tehát hogy hol a német, hol az orosz, hol a német, hol az orosz. És mi szépen mentünk a vonaton, és hát ugye a repülők jöttek, mentek. Én kisgyerekként ezt nem úgy fogtam föl, hogy Jézus Mária, háború van, hanem egyszer csak megállt a vonat, és mondták, hogy sehova. Ott fogunk maradni, ez körülbelül 5-6 kilométerre volt Székesfehérvártól. Esteledett, erre annyira emlékszem, hogy szinte most is látom, hogy ilyen úgy hívták, hogy Sztálin gyertyák, nem tudom, hogy tudja, hogy tehát ilyen kis, mint a ernyőkön így millió egy ilyen kis gyertya jönne az égből, pásztázták ugye a vasútállomást, meg a sineket. És hát mindenki rettenetesen megijedt, én így bámultam, hogy édes Isten, ez milyen gyönyörű. És mind mondták, hogy itt bizony bombázás lesz. És valóban a székesfehérvári állomást totál lebombázták, szőnyeg bombáztak, és akarták végig a vasútvonalat. Nem sikerült a vonatot eltalálniuk, hanem a kukoricást pásztázták végig, és sajnos akik a kukoricásba kimentek, mert sokan kimenekültek, mert ugye a vonatot fogják bombázni, azok majdnem mind meghaltak. Én annyira féltem attól a ez a süvítő, ugye ahogy bombáztak, az így süvített, hogy bebújtam a pad alá. Hát az unoköcsém az 3 hónapos volt, azt a keresztanyám így fogta, ült a... És amikor ez a bombázás elmúlott, kerestek, hogy Uramisten, én biztos kimentem a kukoricásba. De bizony én ott a pad alatt voltam, és egyszer csak előjöttem. És ott vesztegeltünk talán 2 vagy 3 napig a nyílt pályán. Úgyhogy az unokaöcsémnek a mozdonyba forralták a vizet, úgy hozták, és utána
a vonatot bevontatták Budapestre. Hát ugye akkor tudni volt, hogy ő olyan eszköz nem volt, amiben valahova is lehetett üzenni. A nagymamámnak egy testvérje Újpesten lakott, ugye az Budapest egyik kerülete, Újpesten lakott, és még a keleti pályaudvaron húztak be bennünket, és akkor a keresztanyám velem, a 4,5 évessel, meg az unokaöcsémmel elindult gyalog Újpestre. Hát oda is értünk, nem tudom mennyi idő alatt, de azt tudom, hogy a cipőm már nem volt, hanem félig mezitláb mentem. És hát mentünk, hogy megjöttünk. Hát a nagynéném végül is örült nekünk, de mondta, hogy hát nagyon borzasztó itt az állapot. Akkor ez ugye szeptember, november, ott is az oroszok már oda a külterületeket elfoglalták. Végül is azt hiszem a hidakat decemberben bombázták végig. A németek bombázták, ugye, hogy ne tudjanak az oroszok utánuk menni. Én úgy tudom. És a szomszédunkban volt egy orosz hadiszállás, ezt tudni kell, hogy ez az újpesti megyer, ez olyan házacskák, tehát házakból állt, nem egy emeletes, ilyen polgári házak voltak, és voltak olyanok is, ilyen nagy udvarok, ahol nagyon sok család lakott, ilyen szegényebb családok, és majdnem minden harmadik, negyedik házba, amelyik családi ház volt, mert a nagynéni mi is olyan volt, ott ilyen bunkert ástak. Nagynénim sose nem jött le a bunkerba, mert azt mondta, hogy ő nem jön. És hát ugye mindig jött hogy légi veszély, ezt ugye, meg a sziréna, hát az majdnem állandóan szólt. És a szomszédból az orosz katonák mondták, hogy most menjünk le a bunkerba, mert valószínű, hogy a hidakat fogják bombázni, erre úgy emlékszem, egy ilyen hatalmas nagy ember volt, én úgy féltem tőle, mint a nyavaja, hogy menjünk a bunkerba, és akkor bombázták le az újpesti összekötő hidat, mi lementünk a bunkerba, és olyan volt a bunker, hogy a ház oldala, meg a bunker bejárata között körülbelül ilyen 81 méter volt, tehát úgy lehetett oda bemenni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül akkora volt, mint ez a szoba így idáig, és ilyen gerendák voltak a tetején, és föld az egész ilyen, és azon fű. Tehát, és oda bementünk, a szomszédból is jöttek oda, gyerekek is, felnőttek is, hát voltunk vagy olyan 20 körülbelül, és ahogy bombázták a hidat, a légnyomás, mert nem volt messze a híd, ahol laktunk, beomlott a bunker. Ha maga látott jajveszékelő, imádkozó, jajgató embereket, ami gyerekek meg ordítottunk, bőgtünk, többen voltunk gyerekekkel, 5-6-an, és a nagynénikém találta föl magát, hogy voltak ott ilyen ásó, meg mit tudom én mi, hogy ki kell magunkat ásni. Mert körülbelül a fele, tehát az beomlott. Föld, minden nyavaja, tehát kijönni nem lehetett. És a szomszédban, ahol mondtam, volt ez a parancsnokság, ott volt egy ilyen partizán sejt is. Tehát akkor már szervezkedtek ezek a magyar ellenállók, partizánok, és egy nő úgy patronált bennünket onnan a partizánok közül, már olyan értelemben, hogy hozott mindig cukrot, babot, ezt, azt, amaszt, mert ugye kaját bolt nem volt, nem lehetett. Úgyhogy egy nap csak egyszer ettünk,
És akkor is megvolt, hogy mennyikét, úgyhogy nem volt mese. Itt énekeltünk, meg mindent csináltunk, hogy az éjséget úgy kitaláltak a felnőttek mindenfélét, hogy tereljék azt, hogy éhesek vagyunk. Mert nagyon éhesek voltunk mindig, arra emlékszem. Néha az oroszoktól kaptunk kenyeret, meg hát olyan, hogy tej, meg ilyen, hát az nem létezett. Úgyhogy volt egy ismerősünk, az a vasútnál dolgozott, és jött hazafelé, az is mindig gyalog, és lelőttek egy lovat, és hát aki hamarabb odaért, az kanyarintott belőle, és emlékszem rá, hogy hozott nekünk is lóhúst, hát az egy ilyen ünnepi lakoma volt. És ez a bombázás, ez karácsonytól nem messze volt, vagy tehát nem tudom így napokban megmondani, hogy hány nap. Na, summa summarum, ez a partizán nő éppen jött hozzánk, hogy hoz valamit, és keresett bennünket, hogy hol vagyunk. És ugye ott félő volt, hogy ugye nem lesz levegő, mert hát nagyon kicsi volt a tér, ahol ott össze voltunk zsufolódva, de már közben ott ugye ástak kifelé. Igen ám, de hogy ilyen keskeny volt a ház meg a bunker bejárat között, tehát az ajtó felé hiába ástak, mert ott mind beom, tehát ott nem tudtak volna ott kiásni, úgyhogy másfele kellett ásni. Igen ám, de merre? Tehát ez, mondjuk én gyerekként ezt így nem fogtam föl, de úgy utána gondolkodtam. De azt tudom, hogy olyan érzés, hogy élve el vagy temetve, ez valami rette. Ez semmihez nem fogható, ez az érzés. Ezt komolyan mondom. Úgyhogy végül is aztán ez a nő hozott oda katonák, mert hallott, hogy ott ordibálunk, mert ugye azért nem volt ez olyan mély. Ordibálunk, meg minden, és hozott katonákat, és azok kiástak bennünket. Hát szemünk szánk tele volt főd, de tehát borzasztó állapotban. Ugye orvos, ott volt egy ilyen felcser, valami katona felcser, az adott valami injekciókat, meg nyugtatókat, meg mit tudom én miket. Hát szóval az ellátta a jó népet. Ez egy olyan élmény volt számomra, és gyerekkoromban nem is, hanem olyan 25-30 éves koromban, tudja, hogy én mennyit számoltam azt, hogy élve el vagyok temetve koporsóba. És úgy gondolkodtam, miért álmodok én ilyen hülyeségeket? És akkor mondták nekem, hogy azért, mert ez a gyerekkoromban annyira belém ivődött, tehát a háború az megy ez, és gondolom, hogy a katonák meg, akik ilyen élményeken köröztül mentek, egy életen át viszik ezeket az élményeket. Na... És mennyi ideig voltak a föld alatt? Hát egy fél nap legalább, ha nem több. Most ezt így nem tudom megmondani sokáig. Rengeteg időnek tűnt. Soknak. Úgyhogy hát mondjuk a remény az megvolt, mert ugye ástak is kifele. És sötétben voltak ottan? Hát persze. De nem volt senkinek? Hát zseblámpa. Uh-huh. Az volt zseblámpa. Mely villany nem volt oda vezetve. Hát ez csak olyan, hogy ugye szaladgálunk oda. Itt Baján is volt nekünk a kertben egy ilyen bunkerunk, majd arra is mesélek valamit. És akkor ott így ki, aztán úgy konszolidálódott a helyzet, mindenki ment a maga útjára, és úgy nem is nagyon beszéltek róla. Tehát nem beszéltek róla. És jött a karácsony, és karácsonykor az udvaron volt egy fenyőfa, arról vágtunk ágat, meg földíszítettük, és hát mindenki csinált valamit a másiknak, ilyen kis papírból csináltak hajtogatást, meg ilyesmit. Én a keresztanyámtól ezt kaptam, és azóta őrzöm. Úgyhogy ez egy dokumentum. Pontosan mi van ráírva?
kis keresztlányomnak 1944 karácsonyáról emlék keresztanyától, és akik még ott voltak, Kecskés, Katus néni, Tilda, Baba, igaz szeretettel Olga néni, Walter bácsi, Török néni, Újpest 44, december 24 a frontról. Mert ott akkor front volt. Röpködtek a bombák, meg minden. De nem csak a hidat bombázták, hanem bombáztak naponta. Pestet állandóan bombázták. Na és akkor édesanyámék ugye nem tudtak utánunk jönni, ez egy érdekes dolog, és nem is tudtak rólunk semmit. Ugye szeptember, október, november, december semmit az ég világon, ők már jönni nem tudtak, mert ott már végig front volt. Ez a partizán nő, akit mondtam, sajnos a nevét nem tudom, már elfelejtettem, és nincs, akit megkérdezzem, mert mindenki meghalt, aki ott a nap, még a keresztanyám is, úgyhogy senki. És ő valami katonákkal küldött egy levelet anyukámnak, hogy Pesten vagyunk és élünk, de még egészen április végig, tehát úgy mondom, hogy felszabadulás, április 4-én ugye a felszabadulás utánig ott voltunk Pesten, mert nem tudtunk, ugye a vonatok végig le voltak bombázva, vagy az útvonalak, a közlekedési útvonalak, tehát közlekedni nem igen lehetett. Akkor a Budapest Puszta-Szabolcsi részen helyreállították a vágányokat, meg lejjebb egész Bátaszékig, és akkor ez a nő, akit mondok, elintézte nekünk, hogy egy marha vagomban, ilyen vasak között, emlékszem rá, ott ültünk, haza tudtunk jönni április 4-én, vagy 4-e után. És akkor anyukám, hát a kútnál éppen vizet húzott, sose felejtem el, kiesett a kanna a keziből, mikor meglátott bennünket, és örömébe egy lakomát, mert itt ugye nem volt, mondom, olyan harcok nem voltak, hogy itt az élet zavartalanul mehetett tovább, az állataikat, semmit, tehát nem vittek el semmit, hogy csinált nekünk teljes kávét, kalácsot, meg valamit még, és hát mi mind a sáskák úgy ettünk, úgyhogy én meg majdnem meghaltam. Tehát a bombázásnál, a beszakadásnál nem, de itt meg majdnem, mert sárgaságot kaptam a kajától, mert ugye ott nem ettünk semmit, itt meg, hogy így beettünk, azóta teljes kávét nem tudom meginni. Pedig már 70 éve lassan, úgyhogy nem tudom meginni, sárgaságot kaptam, de még valamit kaptam. Az oroszoknak, nagyon soknak tele voltak sebekkel, arra emlékszem. És az orosz katonák nagyon szerették a gyerekeket, és folyton fölemeltek, ölelgettek bennünket, meg cukrot adtak, meg mit tudom én, csokoládét, meg ezeknek volt. És hát persze ezek tisztek voltak, gondolom, ott a szálláson, azon a hadiszálláson, hogy volt ilyen ilyesmiük. És az egyikre emlékszem, hogy a karja tele volt sebbel, és én attól megkaptam ezeket a sebeket, úgy nevezik, hogy ukrán sebek, úgy nevezték, és mind a két lábam, de olyannyira, hogy a gennyesedésig, tehát szinte a húsig lemarta. És hát ugye Pesten ezt csak hintőporozták, meg mit tudom én, mit csináltak vele, és amikor hazajöttünk, akkor anyám elvitt a Menzer doktorhoz, az egy ilyen elég híres gyerekorvos, volt itt Baján, és akkor az körülbelül 2 vagy 3 hónap telt el, még ki tudott ebből a sebekből gyógyítani. Hát még közben ugye megkaptam ezt a sárgaságot, akkor abból is, úgyhogy elég viharos volt az 5-6 éves korom. És
akkor anyukám meg mesélte, hogy mi történt, amíg mi el voltunk. A gettó az ott volt Baján, a kis csávolyba, ott a, nem tudom, hogy Malom vagy mi a fene, ott a Szegedi út után. És egy, a mi kertünk az úgy olyan volt, hogy a kertünk, hosszú kertünk volt nagyon, és a kertünk végében volt egy árok, és az árok mögött volt egy ilyen sertéstelep. És annak a sertéstelepnek a, az eleje, az majdnem a gettóval volt pár ilyen szembe. És oda egy katona megszökött, azt én most nem tudom, hogy az magyar katona volt, vagy zsidó, zsidó volt, tehát azt nem tudom, hogy katona volt, vagy, vagy egy zsidó, akit oda vittek, ma oda vitték azokat is, meg a meg a katonákat is, hogy megszökött, és akkor bement a sertéstelepre, és akkor a sertéstelepről pedig bejött a kertünkbe, és ott a bunker, mondtam, ott volt egy bunkerunk, és abba elbújt, és akkor hát anyám ment, mert ott tartott ilyen krumplit, meg hagymát, meg mit tudom, mert az ilyen, mind egy ilyen pince úgy is használta, és ott látta, és akkor mondta neki, hogy ne adja föl, és akkor anyám nem adta föl, hanem 2-3 napig még ott hagyta, hogy ott legyen. Klimsa Artúrnak hívták, de ez évenként köszönő leveleket küldött anyukámnak, hogy megmentette az életét. Olyan megható volt. A Tóth Kálmán utcán van az a sorompó, tudja, és ott ment a vonat mindig, ami vitte a hadifoglyokat. És hát katonák is voltak ott, akik nem engedték, hogy ezek a hadifoglyok mind dobálták ki az üzeneteket a rokonaiknak. És vannak úgy ott kertek vagy házak, hogy a vonat megy, tehát hogy oda bedobja a kertbe, a, és akkor anyuék szedték össze az üzeneteket, és küldték el a rokonoknak. Hát szóval ez így zajlott ez az én háborús kalandom. Akkor ugye 6 éves lettem, beirattak az Árdába, az is egy érdekes dolgok történtek. 2 évig jártam az Árdába, és ugye jött a Rákos éra 48 után, és felszámolták a felekezeteket, így az Árdát is, és harmadikban már állami iskolába kerültünk, és még élek nem felejtem el, hogy a kápolna, ahol most a sportcsarnok van, az egy kápolna volt, egy nagyon szép kis kápolna, gyönyörű faragott szobrok, képek, mert már gyerekkoromban is nagyon vonzódtam a képzőművészethez, és dobálták ki a könyveket, az apácáknak a dolgait, mert ugye ott laktak az apácák is, abban ott volt a lakhelyük is, Zárdába. Dobálták ki az udvarra, és mindegy mágiát meggyújtották. Ez annyira előttem van, hogy Atya Úristen, ennyi értéket elégetni. Hát és akkor jöttek a gyönyörű rákosi évek, mivel hogy Bélistán voltunk, mert ugye apám származásilag, apám elég ilyen félős ember volt, vagy hogy mondjam, nem félős, hanem ilyen, amilyen bátor nő volt anyám, apám olyan majrés volt. Volt gyönyörű kardgyűjteménye a horti katonáknak, meg előtte, tehát nagyon szép kardgyűjteménye, és az udvarunk végében volt egy ilyen potyogatós WC, hát mind bedobálta a WC-be, hogy nehogy megtalálják. Hát utána hiába takarították, azokat már nem lehetett rendbe tenni, tehát sajnos. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Állandóan fét, hogy jön érte az autó, mert nagyon sokat ugye elvittek, kihallgattak, stb. Állását is elvesztette természetesen, mert a Trieste biztosítónak is ki kellett vonulnia, mert ugye államosítottak minden biztosítót, és akkor ilyen annak ellenére, hogy apám egy nagyon
jó szakembere volt a biztosítási szakmának, hát ilyen írnok, vagy mit tudom én, mi volt, sőt, pénzbeszedő, tehát a ilyen hivatalsegédi munkát végzett végül is, büntetésből, hogy honnan származik. Ja, mindegy. Később aztán, a későbbiekben már, utána a Bácsalmási, majd később a Kalocsai fiók vezető lett, Kalocsára minden nap biciklivel járt dolgozni. Nem semmi. Egyébként sportos alkat volt, teniszt tanított Baján, ilyen iskolája volt, tenisziskolája. Hát akkor még a teniszpálya ott volt, ahol most a kemping előtt, amit levontottak, ott volt a teniszpálya, ott tanította. Még sok tanítványa él még most is. Hát ezek már ilyen 60 évesek körül, 60-65 évesek. Mert volt az édesapja a háború alatt, illetve a háború alatt? Hát az első világháborúnál, mondom, ott az olasz fronton volt, a második, na meg itt ilyen, hogy mondják ezt, milyen szolgálat? Keleti fronton volt, ugye? Igen, és... ilyen. Tehát nem volt a fronton ott a Don kanyarnál, tehát ott nem volt, nem. Vagy azon a részen nem volt, hanem azt hiszem itt teljesített valahol Magyarországon szolgálatot. Meg Románia részen valahol, nem tudom pontosan. Na, az iskoláimat ugye elég jó eredménnyel végeztem, sőt nagyon jóval, és ide szerettem volna jönni a harmadik Béla gimnáziumba, de miután származásom nem engedte, így nem vettek föl. Ellenben akkor volt ez 54-ben volt, az a szlogen, hogy lányok az építőiparba. És Baján akkor alakult előtte egy évvel az építőipari technikum, na és oda nagy nehezen fölvettek, és akkor azt végeztem el a Baján az építőipari technikumot. Utánunk két évvel már meg is szűnt Baján, és Pécsre meg Szegedre irányították ezt a technikumot. Akkor még 58-ban érettségiztünk, még akkor se vettek föl az egyetemre, úgyhogy Pestre helyezkedtem el, és esti iskolával végeztem el két évet az egyetemen, utána hazajöttem Bajára, és levelezőn végeztem el. A Ganzban voltam gyakornok, beruházó, és akkor Szekszárdon az egyik kis szövetkezet, vagy nem, akkor még nem kis szövetet, egy építőipari szövetkezet, műszaki vezetőre írt ki pályázatot, és én azt elnyertem, és akkor átmentem Szekszárdra. Akkor már a Feri másfél éves volt. Az első férjemtől még az egyetem évek alatt férhez mentem, de attól elég hamar el is váltam, és akkor így a Ferivel átmentünk Szekszárdra, és ott voltam 32 évig. A szövetkezetnél először műszaki vezető, akkor bevittek a kiszövbe, ott osztályvezető voltam. A kiszöv az egy felügyeleti szerve volt a szövetkezeteknek, az ipari szövetkezeteknek. És onnan megpályáztam a Tolnai kiszövetkezet elnöki beosztását, és ott voltam szövetkezeti elnök egészen a 90-es évekig, a nagy rendszerváltásig, mert akkor az építőipar a padlóra került, és általában ezek az építőipari szövetkezetek szét mentek, feloszlatták őket, meg feloszlattak, mert nem volt munka. Utána szerveződtek, de hát mindez maszek vállalkozások. Én nem az építőiparban, hanem volt egy lehetőség, megvettem egy varodát, és akkor
8 évig azt csináltam a varodát, utána odaadtam a lányomnak. Mert még egyszer férhez mentem, ott született a lányom, és attól a férjemtől is elváltam, úgyhogy most már 30 éve egyedül élek. Egész jó el vagyok. Úgyhogy nem unatkozom soha.